Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Tárlatról, Tárlatra című műsorunkban. Ezúttal Óbudán jártam, a fikciótól a valóságig. Térképek, metszetek, városlátképek, vagyis veduták, Óbudáról 1600-tól 1873-ig. Című kiállításon jártam, amelyet mindjárt be is mutatunk. Orosz Diana vagyok, az Óbudai Múzeum művészettörténész muzeológusa, és jelenleg az Óbudai Múzeum időszaki kiállításán vagyunk, ez a fikciótól a valóságig, Óbuda térképeken, látképeken, vedutákon és metszeteken. 1600-tól 1873-ig, tehát a város egyesítéséig láthatjuk a vizuális anyagokat, és ez természetesen egyéb dokumentumokkal és mintágyakkal is kiegészül. Az ember a kiállításra bejön, szokatlan kép fogadja, mindjárt egy installáció. Igen, ez a kiállításnak egy szimbóluma, egy jelképe. Annak érdekében mondja a látogatók, míg jobban megértsék ennek a képalkotási módszernek a lényegét. Egy nagy szecessziós ablakkeretes előcsarnokban vagyunk, olyan, mint hogyha kitekintenénk a várból, egy nem létező várból, a budai várra, a budai partokra, illetve az óbudai részekre. Ez Petrik András hadmérnöknek egy nagyon pontos rajza után született metszete, amely a korabeli nyelvek szerint annyira pontos volt, hogy a különböző tornyokat, tehát a városi épületeinek a tornyait is szó szerint számszerűen számon tudta követni az akkori látogató. És azért is érdekes, mert ez lesz az a metszet, az 1812-es évben készül egyébként el a kutatások szerint, amely majd 60 éven keresztül egy ilyen etalonja lesz ennek az ábrázolásnak. Gyönyörű a nézőpont, a Gellért hegyről tekintenek rá erre a madártávlatra komponált látképre. Ugye ez a veduta maga egy olasz, illetve egyes kutatások szerint németalföldi műfaj, amely arról szól, hogy egy belső interiőrből, vagy akár egy exteriőrből rátekintenek egy perspektívikus rövidülésben ábrázolt tájra, elsősorban a városlátképre. Ugye az olaszoknál például a Canaletto vitte ezt tökére. Ennek a lényege az esztétikai élményen és a vizuális sokkon, pozitív értelemben sok hatáson kívül, az a fajta információgyűjtési igény, ami az egész kiállításon vélekedésről szerint megjelenik, vagyis hogy a város hogy néz ki, mekkora kiterjedése, milyen épületek láthatók rajta, milyen az egyházi és a szakrális élete, miből élhet vajon az a város, tehát minden olyan vizuális információ, amely aztán megjelenik a metszetek tekintetében is. És itt már emberek is vannak. Igen, ez már egy zsánerjeleneteket is tartalmazó metszet, ez ugye a 19. század első fele, sőt az első negyede, amikor ez az igény igencsak felfokozottan jelentkezik. Láthatunk rajta egy hajdúfigurát, különböző térképészeti munkákat végző piknikező csoportot, illetve állatait legeltető pásztorfigurákat is, és egy kocsizó családot. A kiállítás több egységből, több tematikus egységből épül föl. Az elsőben Wilhelm Dillich, egy kiemelt és eklatáns metszet készítőnek két óbudát ábrázoló, első fennmaradt óbudát ábrázoló metszete látható, illetve a hadszíntér, a Buda óbuda, mint fennmaradt hadszíntéri egység következik. Ez pedig mikori hadszíntér? Óbudát eleinte 1540-es évektől, a török háborúk idejéktől kezdték rá ábrázolni, de az első metszet 1600-ban, majd 1604-ben maradt fent, ez pedig Wilhelm Dillichnek az Ungarische krónikájának alapjain található. Az első még egy fikcionált metszet, tehát meglehetősen pontatlan információk alapján, gyakran történetmesélések és helyszíni rajzokat nélkülöző rajzok alapján készült metszet volt. A második az 1604-es, tehát a második Ungarische krónikában megjelent, az már haditudósítók és rajzoló művészeknek a helyi felmérés alapján készült. Gyakorlatilag a térkép funkcióját is betöltő vedótákról, városlátképekről van szó már. Tehát arról van szó, hogy több képet kapott, és ezekből ő egyet alkotott. Erről is, vagy arról is, hogy például történetmesélés szóhagyomány útján terjedő leírások alapján próbált egy képet rekonstruálni. Arról van szó, hogy a török veszély Európa minden népét, minden országát fenyegette, és Magyarország ebben kiemelt szerepet kapott. Európa keresztényei elkezdtek foglalkozni a városokkal és országokkal, ahol a török pusztított, és ez a fajta érdeklődés egy új irodalmi műfajnak, egy új történelmi műfajnak a megszületését, a hadi
tudósításokat, a hadi tudósítások röpiratszerű megjelenítették lehetővé, amely két dologból állt össze, írásos anyagból és képi anyagból. A kettő nem mindig volt kompatibilis, valamikor a szöveg felejtette a képanyagot, és a képanyag felejtette a szöveget. Ez a kettő együtt működött, ezeket Mercedes röplapok formájában lehetett megvásárolni vándorkereskedőktől, képkereskedőktől, vagy könyvek formájában főúri megjelenésekre készültek. Ennek az első egysége volt Wilhelm Dilik, aki egy hesseni születésű polihisztor volt, rajzoló, rézmetsző, majd később udvari krónikás. 1591-ben egy hesseni krónika nevezetű könyvet készített Moritz Örgrófnak, a tartományi Örgrófnak a tiszteletére, és annyira megtetszett aztán az európai közvéleménynek, hogy az ungar is a krónika gyakorlatilag ennek a mintájára készült el. Ez egy történelmi, földrajzi ismerteket prezentáló, gyakorlatilag úgy is mondhatnánk, hogy enciklopedikus ismerteket közvetítő könyv volt. Az Ungarische Krónika megjelenésre készült, a kor összes ismert anyagát közvetíteni szerette volna, tehát történelmi, földrajzi és kulturantropológiai információkat is közvetített, például vannak benne viselt metszetek, korabeli földrajzi felmérések, feltérképezések, stb. Ahogy ezeken a metszeteken látjuk, különböző felírások szerepelnek rajtuk, vagyis a térkép funkcióját is bekívánta tölteni ez a fajta városlátkép, városalkotási mód. Ezek a Ungarische Krónika metszetei Óbudát még úgy ábrázolják, ahogy a hesseni krónika is, tehát a város jelentős eklatás épületeit, szakrális központjait, és úgy teszik mindezt, hogy a város gazdasági helyzetét, kereskedelmét is valamilyen módon ábrázolják. Ezeken a metszeteken még nincsenek figurák, ez majd csak a későbbi hadszíntérként való ábrázoláskor jelennek meg. Akkor nézzük a későbbieket. Óbuda hadszíntérként 1602-től 1604-től jelenik meg, méghozzá Óbuda mindig egyfajta filiaként, egyfajta mostoha gyermekként a Budán történő ostromok és török hadmozgások kapcsán jelenik meg. Hogyha megnézzük a vedútákat és alaprajzokat, akkor azt látjuk, hogy különböző Óbudán székelő, Óbudán állomásozó, hogy pontosabban fejezzem ki magamat, ostromra összegyűlt magyar és keresztény seregek sátortábora, szekértábora látható. Az első képeken még szintén az Ungarische Krónikának a vedúta alaprajzait, vedúta térképeit láthatjuk, majd azt látjuk, hogy alapvetően ez a megnövekedett igény, amely Magyarország felé fordul, olyan mértékű haditudósításokat illusztráló metszeteket igényeit teszi lehetővé, hogy 1603-ban megjelenik már Wilhelm Peter Zimmermann metszetkészítőnek a könyve, akihez Samuel Dilbaum készít majd egy udvari krónikát, hogyha így is mondhatjuk. Ebben a Zimmermann-féle metszet könyvben azt látjuk, hogy az Ungarische Krónika összes metszetét átvette, vagyis Diléket eklatáns példaként, etalonként alkalmazzák, azzal a különbséggel, hogy különböző figurákkal benépesítik ezeket a metszeteket, hadmozgásokat, város topográfiai leírásokat közölnek rajtuk. Vagyis arról van szó, hogy van egy prototípus, és az idő rövidsége miatt, illetve a megfelelő haditudósítók, illetve helyszínrajzok hiánya miatt alapvető könyveket vesznek alapul, amiket aztán átrajzolnak és újra konstruálnak. Természetesen vannak példák arra, hogy az 1700-as évektől már olasz, vagyis akkor itáliai hadmérnökök és tudósítók érkeznek Magyarországra azon céllal, hogy például egy főúri megbízást teljesítve, hadmérnöki tudást is már bevetve pontos madártálatra komponált térképeket és városlátképeket készítsenek. Például Marszigli is így tesz, vagy Nicolas Louis Hallard egyes források szerint, akit aztán Wenning bajor rézmetsző metsz különböző sokszoros grafikai írással készült metszetek ki. Mert nagyon fontos a rajzoló és a rajzot készítő hadmérnök grafikusnak a titulusa, mert ez általában két különálló tevékenységet jelent, és ennek a reprezentálására azt kívántunk hozni két műhelyt, ami pontosan ennek a gyakorlati funkcióját mutatja be, és ez lehetne a kiáltásnak az egyik különlegessége vagy reprezentációja is. Az egyik a földmérő műhely, a másik pedig a kartográfus vagy metsző műhely. Tudjuk, a kiállítás címe a fikciótól a valóságig, pontosan ennek a képalkotási módusznak a nehézségére kívánja felhívni a figyelmet, vagyis arról van szó, hogyha ezt a két egységet is csak végignézzük, hogy olyan külföldről jövő, felkészültebb, topográfiai, térképészetileg képzett emberek jönnek Magyarországra, akik felméréseket készítenek a magyar területekről, de gyakorta azt sem tudják, hogy hol vannak. Nem tudják, hogy hol van Buda és Pest határa, nem tudják, hogy Óbuda és Buda határa meddig terjed, erre vonatkozóan majd vannak különböző telekjogi viták is a Vichy oldalon kapcsán,
Egyszerűen fogalmunk sincsen, hogy hol vannak helyileg, ők egy megbízásra érkeznek, vagy egy munka és a krónika jellegű megbízáshoz készítenek metszeteket, vagy egy főúri prezentációra dolgoznak. Milyen eszközök vannak itt? A metsző és kartográfus műhely alapvetően, hogyha ránézünk, akkor különböző nyomdaipari gépeket, illetve kézi mechanikus szerszámokat tartalmaz. Egy nagyméretű asztalon különböző vegyészeti eszközök láthatóak, körzők, mérőszerszámok, festávbefogók, tollak, metszőkések, hímbavasak és egyebek, amely a klasszikus értelmevet részkarc technikáját és a rész karcoz tartozó hidegtű technikáját, tehát a sokszoros grafikai írásoknak a korai móduszát kívánják prezentálni. Elkészül egy rajz, ezeket átültetik részlemezbe, és utána merített papírra lenyomtatják a hátunk mögött látható csillagprésen. Ez a sokszoros grafikai írásoknak a legegyszerűbb és legkorai példája. Aztán 1830-as évektől már átveszi ezt a litográfia technikája, ez a kőnyomat, amely több ezer példányszámú ugyanolyan állapotú grafikának a lenyomtatását teszi lehetővé. Hátul pedig egy bizonyos szekrény látható, amely nyomdászoknak egy alapeszközkészete volt, ezekben különböző betűtípusok láthatóak, betűszedő regálé vagy regálé szekrény. Láttuk jó, hogy a metszetek alján, amikor még nincsenek igazán térképek, akkor különböző topográfiai egységeket közölnek, például a budai vár latin német nyelvű feladatokkal jelenik meg, vagy Buda része, vagy az óbudai város, és ezekhez készülnek ezek a bizonyos nomdászok. Vagyis arra szerettük volna fölhívni itt a figyelmet, hogy a rajzoló, a grafikus művész, a haditudósító adott esetben földmérő, tehát ezek mind polihisztor munkák, de van egy határvonal, ahol például a rajzoló eljön a metszőműhelybe, egy klasszikus, mondjuk egy dűrelkori metszőműhelybe, odaadja a rajzát, és a metszőmester elkészíti. Itt lehetnek olyan fikcionált problémák, hogy a metszőmester nem járt a helyszínen, fogalma sincs, hogy hol van Óbuda. Ő elkészíti a rajznak esetleg a hibás tükörlenyomatát, ezért van az, hogy Hallert metszetei például tükörlenyomatként készülnek el, hogyha itt nincsenek például betűjelzések, akkor ez a hiba fel sem tűnik. Senki nem tudja, hogy hol folyt a Duna, merre folyt a Duna, aki nem látta és nem volt a helyszínen. Tehát ez a metsző és kartográfus műhely ennek a fikciószerű problémának az egyik gyakorlati háttérmunkáját kívánta prezentálni. Mielőtt tovább mennénk, a mozsár milyen szerepet tölt be itt? Igen, hát itt rengeteg olyan eszköz van, aminek a működése nem egyértelmű. A mozsárban készültek azok a finom festékanyagok, azok a porózus festékanyagok, amelyekkel színezett metszeteket is készítettek. Ugye a falakon alapvetően nagyméretű, grandiózus metszeteknek a nagyításai láthatóak. Ezek közül nagyon keveset, 1600-1750 között nagyon keveset színeztek, de bizony volt rá precedens, hogy színezték őket. Ezeket ásványi alapú, növényi alapanyagú festékekből porrá, zúzás formájában készítették el, hozzáadtak lenolajat vagy vizet, és azzal színezték őket. Nagyon fontos még elmondani, hogy a metszetek maguk a korabeli gondolkodásra is fel kívánják hívni a figyelmet, tehát nyilván a falakon látható néha 1 méterszer 70 cm-es metszetek nem reálisak, ezek a valódi méreten nagyon kicsi, tehát a kiáltásban számos olyan eredeti krónika, eredeti könyv is helyet kapott, amelyen láthatóak ezeknek a metszeteknek az eredeti volta. Viszont az a fajta vizuális sok, az a hatáskeltés, az a hatásvadász vizuális kiéhezettség, amely az 1600-as évektől 1750-ig nagyjából nyomon követhető, az ezeken a nagyításokon meg is tud jelenni. Akkor most térjünk át a földmérő műhelybe. Igen, a földmérő műhely jóval egyszerűbb eszközökből és specifikusabb eszközökből áll. Készítettünk hozzá egy olyan képes metszetválogatást, amely a falon került prezentálásra. Magyarországon a kor történelmi hátterét tekintve az állandó háborúskodások, török háborúskodások és egyebek miatt nem tudott kialakulni olyan központosított és felkészült térképészeti, kartográfiai és csillagászati kutatómunka, illetve szakirodalom, amelyet olyan mértékben tudja prezentálni, mint például Jacopo de Marinoni déli ichnometrika című munkája, amelyben a csillagászat és földmérési tapasztalatait osztja meg az itáliai születésű bécsi csillagász. Ezeknek a metszetein eredeti korabeli olyan metszeteket hoztunk, amelyeken földmérési eszközök láthatóak, és amelyeknek az eredeti tárgyi anyagát be is mutatjuk a kiáltásunkban, tehát van itt csillagóra, napóra, különböző buszola, iránytű, földmérőlánc és nagyításra és kinyitásra szolgáló pantográf. Tehát a két műhely azért is kapott egymás mellett helyet, mert a földmérő munkája gyakorta a metszet készítőjével összefonódik, hiszen ezek az emberek polihisztorok voltak. Például az egyik eklatán személy Mikovinyi Sámuel, akit azért is emeltünk ki a kiáltás egyik egységében,
Mert ő volt az, aki a magyar térképészet és kartográfiának az atya volt, földmérő volt, bányamérnök, vízmérnök, komoly térképészeti munkákat és elméleti munkákat is létrehozott. Egyébként jó barátja volt, és tervezésben is álltak Jacopo da Marinónival. Tudni kell, hogy az itáliai és a németországi csillagászati és földmérési gondolkodás is elmélet egy picit különbözött a magyarítól. Érdemes kiemelni. Menjünk akkor, nézzük meg, hogy róla mit tudunk meg itt a kiállításon. Igen, a Mikovinyi Sámuel tevékenysége nagyon érdekes, ottól a Török Enikő végzett átfogó utalás vele kapcsolatban. Nagyon keveset tudunk az életéről, ezt természetesen minden egységben egy rövid szöveg, fali szöveg formájában szerettük volna összegezni. Azt tudjuk, hogy 1700 környékén, 1698-1700 környékén született Ábel-Óván-Nógrád megyében, és 1750-es évek környékén hunyt el, sajnos egy vízügyi felmérés kapcsán. Ami viszont érdekes, és ebben a Mikovinyi teremben kapott helyet, az egyrésztől az a megrendelés, amelyet harmadik Károly az 1730-as években eszközölt Bél Mátyástól, egy olyan Magyarországot, Magyarország történelmi földrajzi helyzetét bemutató átfogó műnek a megírására, amelyhez a metszeteket Mikovinyi Sámuel készítette, és ez azért is érdekes, mert ebben a könyvben van egy olyan vedúta, egy olyan városlátkép, amely nagy méretben készült a kor szokásaitól eltérően, tehát ez egy 180x47 cm nagyságú, eredetiben a könyvből kihajtható mellített papírra készült részkarc, amelyen látható a Gellért-hegység, a budai egész várkomplexum, és mellette egészen az óbudai rész is. Mert nagyon jellemző, ugye a korábbi metszeteken, hogy Óbuda úgy jelenik meg, mint Budának egy mostoha gyermeke, amelyen éppen ostromállapotot tükröző lepusztultság és régi románkori épületek kapnak helyet, és egyébként semmi sem történik ott, hiszen minden a budai várhoz kötődik. Hát ez korán sincs így, viszont Mikovinyi Sámuel emelkedés kapcsán valóban eljött ide Óbudára, illetve a Margit-sziget is elkészítette a teljes vedútát, három nagy részlemezből áll ez a metszet. Egyébként ez a notícia Hungarié, aminek a neve háromsoros latin szöveg, 1735 és 42 között kerül kiadásra, három, illetve öt kötetben. A metszeteket egyébként részbe már a Schmutzer testvérek készítik, ami azért érdekes, mert különböző metszőközpontok működnek ekkor, Nagyszombat, illetve különböző erdélyi városokban is vannak metszőközpontok. Budára 1750-es évek után települ Binder János Fülöp tevékenységével, de a nagyon nagy központ Pozsonyban van, és Mikovinyi Sámuelnek a mester, illetve az itt legjelentősebb pozsonyi rézmetszőmester Zeller Sebestyén volt, aki Mikovinyi Sámuelről készített egy metszetet is. Ez az Zeller Sebestyén lesz az, aki a Schmutzer testvéreket okítja és tanítja. A kiállítás ezen egységében további két munka is helyet kap. Az egyik Bél Mátyásnak a Kompendium című munkája, amely az első fennmaradt valósághű, kérdőjesen mondom, ábrázolás Mikovinyi Sámuelről, a másik pedig Mikovinyi Sámuel Episztola című munkája, amely a térképészeti kartográfiai ismereteit közli egy korabeli műfajban, ebben bocsátja közésre. Ez Episztola ugye levél, de valójában nem levél, hanem a levél műfajában közölt tudományos traktátus. Ennek a könyvnek, ennek a tudományos tanulmánynak a lényegét egy rövid kivonat formájában hangos könyvben is meg lehet hallgatni, amit a kollégám jó voltából lehet itt a füles nélküli kihangosítón nyomon követni. A tudományokat jeleníti meg Mikovinyi Sámuel, mire érdemes figyelni, hogyan kell felépülni egy komoly kartográfiai iskolának. Hallgassunk bele! Mikovinyi Sámuel levele Bél Mátyáshoz. Részlet. A térképkészítést négyféle alapra helyeztük. Asztronómiai, geometriai, magnetikus és hidrográfiai alapra. Az első a helységek szélességi és hosszúsági fokainak a megállapítására végzett asztronómiai észleléseken nyugszik. Ehhez kvadránst használunk, mely nemesfémből készül. Van rajta egy vonalzó célzócsővel a nap korongjának vizsgálásához. Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Thank you.
kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják. Óbudán járunk a fikciótól a valóságig. Térképek, metszetek, városlátképek, veduták Óbudáról 1600-tól 1873-ig kiállításon, és most az utolsó egységet fogjuk bemutatni. A következő egység az pedig a városra fókuszál. A városról kapcsolatos térképeket, vedutákat és városlátképeket szerettük volna bemutatni. Ebből egy elég érdekes kép alakult ki bennünk, ugyanis elsősorban a szakrális apranyomtatványok, tehát kisztellel foglalkozó zarándoklatokhoz köthető imalapok, illetve fogadalmi lapok kerültek bemutatásra, illetve kalendárium. Még az előző korban ugye a krónika, nem a Mátyás-féle graduális krónika, a krónika jelentett egyfajta tudományos kézikönyvet, szakirodalmat. A következő korszakban az episztola jelentette ezt a fajta traktátust. Ebben a korban a kalendárium egy olyan publikus funkciót tölt be, amely a sajtónak, a korabeli újságnak és a különböző évfordulókhoz köthető híradásoknak egy ilyen egyvelegét jelenti. Ebben a kalendáriumban jelennek meg olyan keverék műfajok, amely a vedutát, az információértékkel bíró térképészetet, illetve a klasszikus értelemben vett német várábrázolásokat tükrözi, és ez a nagyszombati metszőműhelyhez kötődik. Az egyéb metszeteken a városi életmódhoz kapcsolódó zsánerképek, illetve már a figurális metszésekhez kapcsolódó kódexillusztrációk is megjelennek. Például hajdúk, vagy különböző bolgári figurák kitekintenek a képből és bevonják a kép szemlélőjét ebbe az egész világba. Olyanokat is bemutattunk, amelyen a budai és a pesti életet próbálják prezentálni, tehát mivel foglalkoztak, milyen szakrális épületeik voltak, egyáltalán hogyan éltek. Tehát ameddig a 1600-as években hiába fókuszál a figyelem alapvetően a hadmozgásokra, illetve a török részre, mégis nagyon fontos információkat kívánnak a várostól, a város felépítéséről, a kulturális hátterből. Itt ez még differenciálódni látszik, és egyre több, egyre komolyabb, egyre szebb esztétikailag is szép térképeket és vadutákat szeretnének. A térképészet nem csak Mikovinyi kapcsán szintén differenciálódik, tartományi térképek, rendi térképek, például a Trinitári Jozsán tartományok a térképe, határtérképek is megjelennek, például a Muda Vetushoz kapcsolódóan több olyan elmezővel születik, ahol például az óbudai és a budai határral kapcsolatban különböző telekjogi viták kapcsán például az icsiek is megjelennek egy ilyen felmérést. Aztán vízügyi, vízrajzi térképek születnek, és topográfiailag egyre pontosabb, egyre részletesebb térképek, amelyek azért is érdekesek, mert nagyon sokszor nem csak a háztömbünket, utcahálózatokat jelenítik meg, hanem mellette szöveges dokumentációban feltüntetik például a lakosok számát, a jobbágyoknak a névsorát és a többi. Tehát rengeteg információval bírnak ezek a térképek most már. Milyen veduták és térképek készültek? Alapvetően azt lehet mondani, hogy barokkos hangulatú, a város nem a valódi, akkori állapotát tükröző, hanem inkább egy barokk stílusra komponált vedúták és látképek jelennek meg, ahol legfontosabban a kisztelli kastély, Trinitárius kolostor és templom jelenik meg. Másrésztől az óbudai szőlőhegyek, illetve a Duna majdnem mindegyik helyen, illetve olyan zsánerképek, amelyek illusztrációként, kalendárium illusztrációként látnak napvilágot. Kicsit tovább gondolva, technikailag is fejlődik a dolog, mert vannak keverék műfajok, és már az új szellemet, az osztrák hatást, hiszen rengeteg hatást láthatunk a kiállítás kapcsán vedúták tekintetében is, tehát olasz, német, osztrák, holland és egyéb típusok kapcsán. Egy eklatás példája Carl Pino Vázquez, spanyol grófnak és polihisztornak a munkája, aki alapvetően egy holland típusú térképet vesz alapul. Ez a holland típusú térkép úgy néz ki, hogy középen van egy klasszikus értelemben kézzel színezett litografált térkép, és körülötte pedig, ahogy korábbiakban is mondtam, a város nagyon fontos jellemző, tehát szimbolikus épületei megjelennek külön-külön kis, nagyon kidolgozott keretlátképeken, keretdíszképekben, amelyek aztán le is lépnek a térképről, és önálló képeslapként kerülnek forgalmazásra. Vázquez két munkát is megörökített Óbudáról, tehát olyannyira pontos munkát végzett, bár nem fejezte be az óbudai részt. Elkészítette az izraeliták óbudai templomát, vagyis a mai zsinagógát, és látható rajta Kisztel kolostor, ami akkor katona kórházként, ruha raktárként funkcionált.
A turista térképet föltalálták már. Igen, de a turista térképet már jóval korábban föltalálják. Justus von Dunkers volt az egyik olyan holland rézmetsző és kartográfus, aki ezt a térképet már jóval korábban, Vázquez előtt, mint egy 200 évvel azért elkészítette. Egy másik nagyon különleges Veduta látkép, ami már a korszaknak, tehát 1873-as évhez köthető korszaknak a végét jelzi, egy szintén szimbolikus kép, ugyanis a kilátásnak a fő képét Petrik András hadmérnöknek a rajz alapján készítettük. Ez az egyik olyan etalon Veduta, amely a Gellérthegyről ábrázolja Budát, a budai várat, illetve egészen az óbudai partokat. Ez lesz az a látkép, amely a korszakban 1912-től egészen a város egyesítéséig használatban lesz, és hogyha megnézzük ezt a kinyitott metszetet, akkor a keret látképek itt már ovális képként készültek. Ne feledkezzünk el, hogy a korszakban óriási igény mutatkozik a színezet esztétikailag is szép, topográfilag is városlátképek és épületek tekintetében. Például üvegeken, serlegeken is ábrázolják ezeket, sajnos magyar ütényben olyan nincs, amely Óbudát ábrázolná. Ugyanazok a képek kerülnek az üvegekre, serlegekre, mint amik a könyvekbe, vagy sokszor átalakítják? Igen, ugyanúgy, ahogy ez a másolás funkció történik, a másolás az nem olyan értelemben kerül lopásra, mint ahogy mondjuk most használnánk, hanem egyszerűen születik egy megrendelés, azt mondjuk fél éven keresztül, vagy fél éven belül kell prezentálni, és egyszer nincsenek hozzá metszetek, azért fognak egy alaprajzot, és azt átrajzolják a saját ízlési, a saját metszési modorok szerint, és aztán azt rányomtatják. Igen. Kiszteli kolostor kapcsán van egy nagyon bevett nézőpont, kétféle ábrázolás, és az egyik egy ilyen heroikus, alulról való megjelenítési mód, és van egy másik, kevésbé festői, sokkal topografikusabb, madártávlatos nézőpontból ábrázolt kép. Ez a kettő keveredik, de igen, Kiszel esetében például sejemképekre és minden másra is nyomtatják ezeket az épületmetszeteket. Hogyne? Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen vedutás térképes kiállítás készüljön? Korábbi kutatásaink majdnem mindegyik időszaki kiállításunkhoz készül egy komoly kutatás, amelyekben térképek és látképek is szerepeltek. Ilyen volt az Ofeliásán, az Óbudai Dúság a kiállítása, és ilyen volt az Óbudai Szent Péter és Pál katolikus főplébánia történetében mutató tárlatunk. Mind a kettőhöz komoly térképek és metszetek is bemutatásra kerültek, hogy a kor vizuális anyagát, vizuális dokumentációt is tudjuk prezentálni. Ebből kinőtt egy olyan igény, amely a 20-21. Századnak a kortárs, mondhatnám, hogy kortárs igényét is prezentálja, vagyis az a fajta vizuális sokra való törekvés, amely itt a kiállításban is megjelenik. Mondhatnám ezt úgy is, hogy kevésbé szeretünk olvasni, mint ahogy nézelődni, és arra gondoltunk, hogy látogatókat ez bizonyára érdekelni fogja. Ezért hoztunk egy olyan olvasatot, ami nem a történelmi dokumentumok alapján, hanem a történelmi vizuális dokumentumok alapján kíván egy olvasatot, és ezen keresztül próbáltunk reflektálni egy korra, egy korszellemre, egy művészeti móduszra és a többire. Hogyan történt az anyagnak a válogatása? Több úton, több közüteményből történt. Egy történész kollégámmal együtt készítettük ezt a kiállítást Viszket Zoltánnal. Ő elsősorban a térképekkel foglalkozott, Budapest Vörös Levéltárában, a Magyarországos Levéltárban kutatott, ő felelt a térképekért, én pedig a metszeteket válogattam be, a klasszikus értelmet városlátképeket, ez pedig a Budapest Történeti Múzeum Kiszteli Múzeumának a gyűjteményéből válogattam. Begyűjtöttünk minden olyan információt és minden olyan metszetet, amelyen Óbudát vagy fikciószerűen, vagy valóságosan ábrázolták, és utána egy gondos múzeológiai döntés alapján válogattuk össze a különböző irányvonalakat bemutató metszeteket és térképeket. Hogyan alakult ki a kiállításnak a koncepciója? Valahogy ezt a nagy vizuális anyagot meg kellett mozgatni, és ennek bizonyos eklatáns sarokpontjai kialakultak, hiszen Wilhelm Dilich csak egy Wilhelm Dilich volt, aki ezt az első nagyon jellemző, több mint 250 évig fönnmaradt két típust elterjesztetett. Wilhelm Dilich mindenképpen kapott egy külön sarkot, de ő viszont beleilleszkedett a hadszíntérkép ábrázolásba. Adták magukat a metszetek, mert arra kérdésre próbáltunk megfelelni az egyes egységben, hogy mikor kerül ábrázoláson Buda, milyen céllal, és az milyen kontextusban történik. Gyakorlatilag a hadszíntérként való ábrázolás ezt lefedi, és utána rögtön adja magát a város ábrázolása, illetve a központi térben helyet kapó Duna ábrázolása.
Igen, ami még a padlón is megtalálható. Igen, az egész kiáltási egységet összefogja egy Duna padló matrica, amelyen gyűrűznek gyakorlatilag a Duna egységen belül is lévő tematikus tabló, tehát mikor jelenik meg a Duna, hogyan jelenik meg, például 1938-as árvíz esetében megjelenik továbbá utazónaplóként, ami a 19. századnak egy nagyon jellemzős, divatos műfaja. Az utazás során információkat gyűjtenek az utazók ezekről a városokról, metszeteket készítenek, útinaplókat szerkesztenek. Ez az útinapló gyártás egy korabeli metszetes felfogást fog majd magával hozni, új műfajokat is teremt meg, például a Jakob Ágyféle metszetkészítő műhelyre fogja az egész tevékenységét ráhelyezni. A padlóra került térkép minek alapján készült? A padló matrica. A padló matrica egy konkrét térképnek viszonylag sematikusan átrajzolt verzióját tükrözi, amelyet azért is választottam ki, hogy ezt az egész egységet, ezt az egész Duna feelinget úgymond át tudjuk hozni a látogatók számára, tehát végig tudna gyalogolni a térképen, mert Duna vonalán, akár fizikailag is. Melyik időszakból származik? A térkép 1810-ből származik. Mátlónak a térképe egyébként. Másik érdekesség, hogy a kiállításon a szövegek mellett mindenütt ott van egy csíkban, egy ilyen térképvázlat jellegű részecske. A kiállítás tervezésekor az utolsó szakaszban is már egy látványtervező cég szokott segítségünkre lenni. Ez most a Nót Kft. Volt, ahol a kivitelezők, a tervezők úgy gondolták, hogy minden egységben legyen egy szimbolikus elem, és ezt a muzeológusokkal megvitatván kiemeltek egy napórát. Ez az eredeti műtárgyak közül a földmérő tárgyaknál került bemutatásra. Ez a legrégebbi részből készült tárgyak egyik egyébként egy térben is kinyitható nagyon szép mérőeszköz, és ezek láthatóak az egyes egységekben, mint egy szimbolikus részben összekapcsolván a történetet. Ez is egy érdekesség. Arra gondoltam, hogy a feliratoknál igen. Ilyen térképvázlatok vannak oldalt. Igen, ezek az első katonai felméréshez köthető térképekről kerültek kimetszésre, azért, hogy összekössék esztétikai jellemként is, illetve köztudott jellemként is gyakorlatilag a képi anyagokat. Valóban ez is a tervezőknek az ötlete volt. Vannak tablók, amik rudakkal vannak rögzítve. Minek alapján történt annak a kiválasztás, hogy mi kerül tablóra, mi a falra? Ez már a muzeumosnak a tudatos döntése volt, tehát ők azért szinte mindent megmondtak és meghatároztak, vagyis mi. A Duna egységén azt kell tudni, hogy nyilván a muzeumos azt szeretné, hogyha minél több tere legyen. Ha 200 nézetméter van, akkor 300 azt szeretne. Itt végesek voltak a határaink, viszont a Duna egységénél felmerült az a probléma, ami egy újabb gondot jelentett, tehát a Duna egységét lehetett volna a városba is beolvasztani, hiszen a metszetek egyfelől a várost mutatják, másfelől a Dunát. Ugye beszéltem az utazóalbumok esetében arról, hogy ez is mennyire fontos és érdekes volt a város történetének a topográfiai fejlődését tekintve. Ezért az a döntés született, hogy mivel a Duna fizikailag, etalonszerűen, szimbólumszerűen is megjelenik a térképeken, valutákon, ezért ez az egység legyen kiemelve, és központi összekötő elemként az összes egységen átfolyva kerül bemutatásra. A Dunánál ez a fajta tabló rögzítés fizikailag kívántatott meg, hiszen nagyon sok esetben a látogató esetleg neki megy, neki ütközik, és ugye ez balesetveszélyes lett volna. Úgyhogy ezt a Nót Kft. Munkatársai találták ki, hogy egy ilyen sematikus öntött beton talapzatra vagy lábazatra avanzsálják fel ezeket a tablókat. A műhelyeknél, például a kartográfus műhelynél is sok tárgyat látunk kirakva. Ezek az Óbudai Múzeumnak a gyűjteményéből vannak, vagy kölcsönözték őket? Vegyesen. Magyarországon sajnos a nyomdaipari anyagokat és a nyomdaipari gyűjteményeket hevenyészve vagy helytölteti gyűjteményekbe csoportosították be. Például az egyetemi nyomdaanyaga teljes mértékben kikerült így a közgyűjteményből, ezért egy magángyűjtőtől, a Nyomdaipari Egyesülettől kölcsönöztük az itt látható tárgyakat és eszközöket. A kisebb mértékű és mérvű tárgyakat, például a fesztelmérő rézeszközöket, korabeli metszetalbumok alapján válogattuk össze, ez például az én munkám volt. Tehát a különböző szögmérők, illetve körzők, hadmérnöki körzők és általános rajzoló eszközök szintén ilyen metszetalbumok alapján kerültek begyűjtésre. Ez egy tudatos muzeológiai döntés volt, vásárlás és gyűjteménygyarapítás előzte meg ennek a bekerülését. Mennyire ismerjük ezeknek a használatát? Elég jól ismerjük, azok az emberek, akik például művészeti akadémiát végeztek, azok tökéletesen ismerik. Tehát itt azt kell látni, hogy egyrészt egy művészeti felhasználási gyakorlatról van szó, másrészt egy művészeti látásmódról, egy vizuális gondolkodásról,
és ennek van egy kétkezi, úgymond jó értelemben vett kétkezi gyakorlati mesterségbeli tudást igénylő lenyomata, amit a nyomdászmester vagy a metszőmester is meg tud oldani. Ezt régen egy polisztor átlátta és meg tudta oldani a rajzolástól egészen a lenyomtatásig. Pontosan ismerjük a tárgyaknak a funkcióját, használatát. Ezeket, amiket az asztalokon látnak, németországi, olasz gyűjteményekben, rajzoló eszköztárakban lehet megtalálni. Ez olyan készletet jelent, amely egy polihisztorságot is megjelentető tárgyanyagot mutat föl, tehát van benne ezek főleg résztárgyak, részszögmérő, iránytű, különböző metsző szerszámok, tollak, rajztollak, mini pantográfok, amik a nagyításban és a kicsinyítésben vannak segítségül, építészeti körzők és hadmérnöki szerszámok, pikírtűk és társaik. Tehát egy teljesen átfogó készlet, ezt tudta használni egy rajzművész, egy tájrajzoló, egy kerttervező, egy építészeti rajzoló, egy építészmérnök, vagy akár egy hajózási szakember is. A kiállítás látogatóitól milyen visszajelzések érkeztek? Elég sok megkeresés érkezik hozzánk kutatási szempontból is, illetve telepzetés szempontjából is. Én magam is sokat vezettem már ebben a kiállításban. Nyilván a visszajelzések alapvetően pozitívak. Sokszor van, hogy egy másolásvezetés után még itt vannak a látogató, és külön belekérdeznek egyes részekbe. Ez a kiállítás vezetés mindig arra fókuszál, egyébként az egyéni látogatás is lehetővé teszi, hogy a kiállítás egyes részeit tovább lehet bontani. Tehát amikor vezetek, akkor például a műhely tárgyaiból hozok olyan szemléltető eszközöket pluszba, hozok olyan metszeteket, amelyeket jobban elmagyarázok, jobban megértetek a látogatókkal, hogy értsék azt, hogy mi az, amikor egy metszés során hiba kerül a gépezetbe, és az egy fikcionál képet eredményez. Tehát mindig egy gyakorlati tudást is szeretnénk átadni a kiállításnak a bemutatása során, hogy alapvetően azt tudom mondani, hogy pozitívak a visszajelzések ezen a tárat. Kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a műhelynek is köszönhető, illetve hát a kiállításban eredeti műtárgyak is helyet kaptak, ezek is általában ritkán kerülnek ilyen kontextusban bemutatásra. Szó volt itt most már a programoknál a tárlatvezetésről. Milyen más programok kapcsolódnak a kiállításhoz? Mint minden kiállításunkhoz kapcsolódik múzeumpedagógiai program is, amelyet majd a múzeum igazgató helyettese és a múzeum pedagógusának a vezetője felvelem a Judit fog hosszabban prezentálni egy másik műsorban. Ehhez ők készítettek egy elsősorban gyermekek számára hozzáférhető programot, illetve a távlati terveink között szerepel egy olyan foglalkozás, amely egy távlatvezetésével lesz egybekötve, utána pedig a látogatók körülbelül egy órás foglalkozás keretében ki tudják próbálni ennek a rézmetszésnek, metszetkészítésnek egy ilyen rövidebb, egyszerűbb változatát is majd. Kiállításnak milyen távlata van, mint időszaki kiállítás áprilisban bezár, utána mi történik ezzel az anyaggal? Úgy lett volna, hogy április 30-án bezár, de a vezetőség úgy döntött, hogy pályázunk az év kiállítása címre. Ennek az egyik kritériuma, hogy a kiállítás hosszabb nyitvatartásra álljon a látogatók, illetve a zsűri rendelkezésére. Ezért augusztus kb. 20-26-áig lesz nyitva. Ennek keretében a tárlatvezetések a szombatonként tartott meghirdetett vezetések a Facebookon. Ott lehet jelentkezni a kolléganőivel megadott címen. Ezen kívül külön meg is lehet rendelni ezeket a vezetéseket, és ehhez kapcsolódóan szeretnénk majd egy távlati programot is kínálni. Egyébként vezető is készült a kiállításhoz. Sok színes képpel, illetőleg a rézmetszeteknek a fényképeivel ellátott füzet. Igen, minden kép, ami a kiállításban szerepel, másolatként megtalálható ebben a katalógusban, ami nem katalógus, hanem csak vezető, éppen a fali szöveg is közlésre kerültek benne. Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Következik a kaleidoszkóp. Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban egy különleges fotókiállítás nyílt, Lásd a természet ízeit címmel, ugyanis itt ételekről vannak fényképek, mégpedig Vas András fotográfusnak a művei, Halmos Mónika food stylistnak az alkotásairól, tehát olyan ételekről, ahol zöldségek, levél, vadnövények és ehető virágok is vannak, mindez nagyon gusztusosan és ugyanakkor művészien van bemutatva. Szintén fényképkiállításra hívom fel a figyelmet Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumban Varázslatos Magyarország. A növény és állatvilágát mutatja be a hazai nemzeti parkoknak, mégpedig a természetfotósok által pályázatra készített műveknek a válogatásából. Szintén Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a Felejtés emlékei, fotó per modell 2. A Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a gyűjteményét dolgozzák föl, annak a fotóit mutatják be olyan szempontból, hogy kik használták, készítettek vagy készítettek fényképet, mikor és miért. A mintarajz tanodának az 1860-as évektől az 1910-es évekig terjedő időszakát idézik föl, tehát ezek a felvételek egyúttal azt is elárulják, hogy az akkori intézmény és szereplői mit gondoltak erről az új médiumról, akkor új médiumról, milyen hangulata volt a kornak, ennek az ízlését, gondolkodásmódját közvetítik, és azt a környezetet, amelyben e képek készültek. Eredetiek és reprodukciók egyaránt találhatók. A kiállítással párhuzamosan új művek, kortárs reflexiók is születtek, egész pontosan 7 hallgatónak az alkotása tekinthető meg. Szentendrén a Ferenci Múzeumban Magyarósi Éva, a csalók is álmodnak. Képeket lehet látni, hiszen filmrendező, képzőművész és díszlettervező Magyarósi Éva, és jellemző rá, hogy kollásfilmek, ceruzarajzok, fotók, köztéri installációk, színházi és filmes díszletmunkákat készít, és ezeket a verseihez hasonlóan forgatókönyvszerűen mutatja be. Témái a női lélek rejtelmeiről szólnak, a magányról, a testről, az érzelmekről, keverednek benne a furcsa álmok és a megélt szituációk. Ismét másfajta fotókiállítás tekinthető meg Budapesten a Magyar Fotográfusok Házában, ahol Bartis Attila a Szigeteken című felvételei Indonéziában készültek, majd 100 fekete-fehér képet lehet látni, azonban nem Indonézia megismerésére csábítanak ezek a képek, hanem a fényképezéssel kapcsolatos elképzeléseit mutatják be Bartis Attilának, akinek a regényeiben is a fényképész gyakran kerül elő, hősei kezükbe veszik a kamerát, és megosztják az olvasóval a felvételek készítésének gondolati indítékait, dilemmáit. Vagyis Bartis Attilát párhuzamosan foglalkoztatta az írás, a gondolat rögzítése és a kép, vagyis a látható pillanat megörökítése. Felvételeiben a kép kiváltotta képzett társítások, feszültségek, nem várt összefüggéseket tárnak föl, helyzeteket, formákat, motivumokat keres ugyanis. Ennek a következménye az, hogy a távol-keleten készült képeinél nehéz lenne beazonosítani a képek keletkezési helyét és idejét. A méretek is különbözők, kicsi és nagy méret egyaránt megtalálható, ami a néző kiállítótermi mozgását idézi elő. Vagyis, mint egy titok, közelebb kell menni, hogy jobban megnézzük, és nagy méret távolabbról is megmutatja magát. Művei a valóság időből kiragadott részei, és esemény folyamnak a megszakított állapotai egyszerre. A Műcsarnokban Budapesten szintén egy fotókiállításra hívom fel a figyelmet, Sandro Miller, Malkovics, Malkovics, Malkovics. Tisztelet a kamera mestereinek című kiállítására, nem véletlenül ez a sok fénykép, Budapesti Fotófesztivál alkalmából nyílt ez a kiállítás is, a nagy művészek albumainak a tanulmányozásával vetette meg fényképészeti alapjait Sandro Miller, így került a világ legnagyobb reklámfotósai közé, és a 90-es évek végén találkozott Malkovicssal, John Malkovicssal, akivel ezt a sorozatot is elkészítette. Tisztelegni akart pályájának alakulásához hozzájáruló mesterekhez, 35 fotót választott ki, majd John Malkovicsot felkérte, hogy
alakuljon át ezekké a személyekké, aki ezt meg is tette, így hol Albert Einstein, hol Che Guevara, hol John Lennon, vagy Andy Warholnak a képét ölti magára, és ezt az átváltozó képességet örökíti meg itt a fényképeken. Tatabányán, a Tatabányai Múzeumban tárgyakat és fényképeket, dokumentumokat egyaránt bemutatnak. Az egész világ egy nagyon keskeny híd címmel, a zsidó kultúra és vallásgyakorlat tárgyai alcímmel a tavaszi fesztivál programsorozatának a részeként művészettörténeti és kultúrtörténeti szempontból mutatják be a zsidó kultúrát, a Magyar Zsidó Múzeum és levéltárból érkezett anyagnak a segítségével, amelyet a Komáromi Zsidó Hitközség által őrzött néhány helyi vonatkozású tárgy egészít ki. Három egységre oszlik a kiállítás. Az első részben a jelképeket, mint a fény, a víz, az oltár mutatják be, azzal együtt, hogy milyen mélyebb értelemmel bírnak. A második részben a zsinagógát, mint a vallás és a szellemi élet központját jelenítik meg, míg a harmadik részben az otthon jelenik meg, a család, milyen hagyományok, szokások, értékek és előírások mentén ünnepel. Visszatérve Budapestre a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumba, örökül kaptuk Lőrinc Aladárné, Lőrinc Etel és Kontár Veronika közös kiállítása, tehát három generációnak a textil szövéssel kapcsolatos műveit mutatják be. Lőrinc Aladárné Isten segítsen született egyébként, és számos díjnak elismerésének a birtokosa ugyanúgy, ahogy lánya is. Nem csak maga szőtt, hanem szövő szakkört is vezetett, szövő tudásra tanította, nevelte környezetét. Lányát, Lőrinc Etelt is megtanította erre, aki gyermekkorában a szövés, hímzés és tojás írásnak a mesterségét olyan kiválóan sajátította el, hogy később az Iparművészeti Főiskolán textiltervező szakra ment, ott szerzett diplomát, és szőnyegszövő szakoktató és előadó, igazgató szakképzési vezető lett belőle. Unokája, Kontár Veronika pedig szintén folytatja az ő munkásságukat, takács szakmát szerzett és szőnyegszövő. A tárgy mögött a kor emberét, az alkotót, a tárgy születéseinek körülményeit és a múlt tiszteletét örökölte a családtól, és továbbítja az új nemzedékek felé. És hogyha már a múltról szó volt, akkor Debrecenben a Déri Múzeumban látható most a 200-as aranybusz. Ez a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a vándorkiállítása, az Önarckép Állarcokban című Arany János kiállításnak a buszos változata, amely arany életművét, életét, költészetét, verseknek az eleven erejét, illetőleg különböző dokumentumokat, hang- és filmfelvételeket mutat be. Digitális eszközökkel is kiegészül, és ezeknek a segítségével megismerhető arany kapcsolatrendszere, életének és kultuszának a helyszínei, de kipróbálható például egy toldi erőjáték, megnézhető, kinek milyen ereje van, hiszen lehet emelni petrencés rudat vagy malomkövet, lapozgatni aranyköteteket, kvízeket kitölteni, szójátékot játszani, vagy meghallgatni aranynak a műveit, akár rappelt szöveggel is. Mivel hogy múzeológusok is kísérik a buszt, múzeumpedagógiai foglalkozás is igényelhető. Végezetül Szegeden a Somogyi Könyvtárban Pignicki Kata Gyimesföld kincsei című kiállítására hívom föl a figyelmet, ő képgrafikus hallgató a Szegedi Tudományegyetemen, és a tojásírás hagyományával és technikájával foglalkozik szabad idejében. Előzetesként Veszprémben, a Lackó Dezső Múzeumban újra szárnyal a fehér sas, küzdelem az önálló Lengyelországért, 1795-1918 című kiállításra hívom fel a figyelmet, mely a Magyar-Lengyel Barátság Hete programsorozat keretében március 19-én nyílik meg. Köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető Dr. Győri Hedvig.